A megszokottnál egy hónappal tovább versenyzett az idei évben Szikszai Róbert, és mint kiderült, érdemes volt meghosszabbítani a szezont. A 27 éves nyíregyházi diszkoszvető nyáron 80 cm-re maradt le a tokiói olimpiáról, az év utolsó versenyén viszont 66 méter 93 cm-re szállt a kezéből a szer. Ezzel az eredménnyel a magyar örökranglista negyedik helyére lépett előre, az aktuális világranglistán pedig a 14. helyet foglalja el Kerekes László tanítványa, akit nem ért váratlanul a közel 70 méteres dobás. Én számítottam erre az eredményre, edzéseken majdnem minden nap ezt produkálom, hétről hétre, úgyhogy igazából az utolsó négy versenyben 63 fölötti átlagot hoztam, ez már benne volt igazából bármelyik verseny kivetett volna. Próbáltam még keményebben edzeni, nagyon sok versenyem volt, mert ha jól tudom, olyan 30 versenyem volt ebben az évben, ez is biztos, hogy tett hozzá az eredményhez, mert eddig ugye a tavalyi évben sem volt nagyon sok verseny, tavaly előtt sem versenyeztem annyit, amennyit én szoktam. Általában azért én azért hetente versenyzek, ez egy ilyen versenyszám, több mint a ugróknál, futóknál, ők azért nem tudnak minden héten, én úgy gondolom, hogy nekem ez az, ami kell hozzá. Kerekes László edző már előre tekint, jövőre szeretné stabilizálni azt a formát, amilyet az utolsó versenyeken mutatott tanítványa. Tulajdonképpen ő egész évben nagyon jó formában volt, vártuk már ezt az eredményt, de soha nem jött össze. Tehát nem jött össze egy tökéletes kör, egy jó szél, egy jó állapot, mindig valami apróságokon megcsúsztunk. Itt most összeállt minden. Az elmúlt két esztendő egy kicsit gyengében sikerült, azért egy kicsit másképp álltunk a dolgokhoz, és volt egy komoly elbeszélgetés is, és úgy tűnt, hogy megtaláltuk azt az utat, amelyen haladni kell. Egy kicsit megcsúsztunk ugyan, de ez nagyon biztató a jövő évre. A 63 méter 93 cm-rel Szikszai Róbert teljesítette a jövő évi müncheni Európa-bajnokság és a jüdzseni világbajnokság kvalifikációs szintjét. A 2022-es év versenyprogramját ennek tükrében állítják majd össze. A nyíregyházi diszkoszvető a jövő hét elején már el is kezdi a felkészülést a következő idényre.